Királylányok és királyfikkora, avagy a szülőszerep buktatói. Ez volt a címe többek között annak a témának, amit a szakszolgálati hét alkalmával tárgyaltak a szakemberek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógiai szakszolgálat Sátor Alja újhelyi tagintézményében. A kötetlen beszélgetésre többen ellátogattak, hiszen szülőket, bölcsödei gondozókat, óvodapedagógusokat és pedagógusokat is vártak. A programsorozat olyan esetek megbeszélésére adott lehetőséget, amit több szülői szakember is átél a gyermekkel kapcsolatban, hiszen nem csak a szülőszerep buktatóiról volt szó, hanem a túlzott digitális eszköz használat hatásairól is. Ez azért alakult ki, mert az a generáció, aki most nevel kisgyereket, már ő szinte beleszületett. Vagy ha nem is beleszületett, de már nagyon erőteljesen benne volt abba a korba, amikor a kütyük úgymond az életünk részeivé váltak. És ő maga is, a legtöbb esetben azt látjuk, és azt a visszajelzést kaptuk az óvónéktől is, hogy a legtöbb esetben az a baj, hogy a szülő maga is valamilyen szinten már kütyűfüggő. Tehát, hogy jobban érdekli az online világ, mint a való világ. És a gyerek ugye valamilyen szinten gátat szabna ennek, épp ezért inkább a gyerek kezébe is ad egy kütyűt, hogy ezen elfoglalja, és akkor ő neki szabad ideje lesz, és ő is ugyanúgy közlekedhet az online világba. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség meg, hogy tényleg rengeteget dolgoznak. Nagyon sokat dolgoznak, nem tudnak annyit foglalkozni a gyerekükkel, és ez egy jó megoldás, mert mint digitális babysitter szerepel a mindenféle számítástechnikai eszköz. Az úgynevezett kütyű használat sok mindenre hatással van, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a gyermek órákig játszik, mesét, videót néz az elektronikai eszközön, akkor elveszíti az időérzékét, nem tudja, hogy pár percet vagy éppen órákat töltött el a képernyő előtt. A szakemberek elmondása szerint több példa is van arra, hogy a gyermek kütyűfüggő, és ezzel a problémával már keresték fel őket. Függenek szó szerint a telefontól, ahogy hazamennek az óvodából, semmi más nem akarnak csinálni, csak telefonozni. Úgy esznek, úgy fürdenek, minden, hogy ott legyen a környéken a telefon, különben máshogy nem is hajlandóak ezeket a dolgokat elvégezni. És az egyik szülőt sikerült rávennem, tehát mindegyiknek elmondtam, hogy mit lehetne, hogy lehetne, az egyik szülőt sikerült rávennem arra, hogy vegye el a telefont a gyerektől. Nincs, kész. És ők megtették, nagyon nagy cirkuszok árán a gyerek is belátta, hogy nem lesz telefon, és két hét után ott volt az eredmény, hogy felvette a gyerek a szemkontaktust a szülővel, válaszolt a kérdésekre, és a szülő jön, hogy jaj, de jó, hát fú, milyen hatalmas élmény, hogy a gyerekem figyel rám. Ugye ilyenkor ki kell váltani valamivel, tehát hogyha elvesszük a kütyüt, akkor kell adni valamit annak a gyereknek, és ez a vele töltött idő meg a játék, tehát hogy ennek meg kell ott lennie, hogyha ezt elvesszük, illetve hát ugye a szabályokat meg kell hozni ilyenkor, le kell fektetni, hogy oké, ha mégis használja az a gyerek azt a kütyüt, akkor mennyi ideig használja, mire használja, hogy használja. Tehát, hogy ezt így az elején le kell fektetni, és akkor tartani magunkat hozzá, tehát következetesen. A helyes kütyű használatról akár több órán keresztül is lehetne beszélgetni, hiszen ez manapság nagyon fontos téma a gyermekekkel kapcsolatban. Tette hozzá Barnáni Juhász Krisztina.